Az absztrakt művészet iránt érdeklődő közönség jól ismerheti Saxon Szász János festőművész alkotásait, a zene szeretők számára pedig az Eiffel Műhelyház tereiből is ismerősek lehetnek munkái. A különféle termeken áthaladva feltűnhet, hogy az opera új intézményében mindenhol egy-egy jellegzetes, stílusú, sárga-fehér színű absztrakt műtárgy látható. Saxon Szász János művei függnek a falakon, összekötő kapocsként az épület egyes terei között. Látható már a tervezett 30 kép több, mint a fele, a többi folyamatosan kerül kihelyezésre. Több mint 40 éve kezdődött a pályafutásom. Középiskolás koromban konstruktivista művésztelepen nyári szabadiskolán kapcsolódtam be a mesterek mellett az alkotómunkába. Saxon Szász János, Fajó János festő és Cseki Tibor szobrász művész tanítványa az 1970-es évek vége óta készít absztrakt alkotásokat. 1992-ben kapott meghívást a párizsi Eiffel-torony első emeletén rendezett Vision d'Europe című kiállításra, ahol megismerkedett a MADI nemzetközi konstruktivista művészet társalapítójával, Carmelo Artenkinnel, hogy később megalapítsa az irányzat egyik nemzetközi központját is Magyarországon. Az Eiffel Műhelyházban látható térdíszei ráadásul több helyütt a zenére is asszociálnak, mint ez az alkotás is. A Dimenzió zongorában billentyűkre emlékeztető formák ismétlődnek kisebb és nagyobb változatban. Az alkotás mindkét oldalon folytatható lenne, a végtelent érezteti. Nagyon, nagyon szeretem a zenét, a klasszikus zenét, a kortárs zenét, és azon belül is Bartók Béla nagyon nagy hatással volt rám már egészen kiskorom óta. Az Eiffel toronyban egyébként Bartók Béla zene Hurokra és ütőhangszerekre című korai festményen volt kiállítva. Ahogy alkotásain már évtizedek óta, úgy az Eiffel Műhelyházban látható művein is a sárga szín, a fehér tónus és az űr hármas egysége dominál, ezek kontrasztjával vagy harmóniájával dolgozik. A sárga fizikai világunk élénkségére, a fehér az átszellemülésre, az űr pedig a matérián túli valóságjegyzetére utal. Fejben eldől minden, és gyakorlatilag a körülbelül bélyeg nagyságú ceruza skic után már rögtön elő tudom venni a faanyagot és tudok fűrészelni. Fölszerkeztem és megvalósítom az alkotást. A síkból kiemelkednek festett kép objektjeinek formái, melyek kiszabadultak a vászon szorításából, és már semmi sem határolja körülöttük a teret. Az itt látható képnek a címe Mava. Ez egy kvázi mozaik szó, de valójában azt jelenti, hogy mama és baba. Egyszerre a picik lehetnek a nagyobb formának a gyereke, hiszen belőle származik, a közepes a még nagyobbnak, és így tovább. Tehát ez egy ilyen folyamatnak a része. Ez egy kiragadott részlet, három léptékváltás, három lépés, és mégis a három elegendő ahhoz, hogy az embert elvigye egy olyan világba, ami az univerzumnak egy része. Ugyanaz a mező ennél a műnél is több kiterjedésben van jelen, ahogy az univerzumban is, ahol a kicsik építik a nagyot, azok pedig a legnagyobbat. A cím egy mondókát idéz. Gilingalang, folytathatnánk szól a harang, tehát ez egy gyermek mondóka, ez egy lecsengő forma. És ennél a képnél két arány cseng le, a négyzetből képezett egyharmados és a sarkokban felezős újabb kisebb négyzetek jelennek meg. A harang szónál is ugye, mikor egyre lassabb vagy egyre kisebb ütést kap, akkor ezek szépen így elhalkulnak. Az Eiffel mozdonycsarnok központi helyén található 310 cm átmérőjű, kör alakú fúga a művész itt látható legnagyobb köztéri alkotása. Egy emléket állítok Johann Sebastian Bach zenei újításának, ugye a fuga műfaját ő teremtette meg. Az a bizonyos léptékváltás, ami az összes művemben szerepel, olyan módon indul körforgásra, hogy feleződik az arány, tehát a kinyúló fehér sávok 3-4 lépés után szinte elveszítik a síkszerűségüket, és egy vonallá válnak. És ez egy ilyen körbejár, tehát úgy, mint a zenei művekben Johann Sebastian Bachnál. Az Eiffel Műhelyházban látható alkotások különlegessége, hogy azokat a művész tervei alapján az opera asztalos és festő műhelye kivitelezte.